ezzel van egy kis problémám, ezzel a templomosra sikerült, figyelj! Ezt nem így kéne, hogy ide-ide édességet! Ez egy gyerek műsor, jó? Szóval lehet sikítani, toporzékolni közben, hangosnak lenni. Úgyhogy most úgy kérném ezt, hogy sikítasz, toporzékolsz. 3, 2, 1 és... És édességes, tessék az édesség oda hátra, megkészülni! Vigyázz! Kész! Rajt! Gyorsan vedd be a szádat, és mondd meg nekem gyorsan, milyen íze a csokival! Csönd íze. Szerinted? Karamella. Szerinted? Karamella. Na még egyszer, mert ezt nem talált. Figyelj, ízleld jól meg, és akkor most már gyorsan mondd, milyen íze van. Vanília. Még nem talált, szerinted? Csoki. Ezen sokat gondolkodtál? Tényleg sokat gondolkodtál rajta? Nem. Szóval csokinak csoki íze. Jó, megnézzük az utolsó versenyzőt, mit szólsz-e, szerinted? Csoki. De figyelj! De tudod, van olyan, hogy karamellás, van olyan, hogy vaníliás, van olyan, hogy tejcsoki, marcipános, karamell... Mit tudom én. Még nem találtátok el, úgyhogy még egy kör. Milyen ízű ez a csoki? Vanília. Vanília. Még mindig nem talált, mert ez ő már mondta. Szerinted? Karamell. De figyelj, először már mondta a másik, hogy karamelles, mondtam, hogy nem az. C verzió. Micsoda? Magyaros, kolbászos. Magyaros. Azt hittem, hogy magyaros, ilyen kolbászos, tudod? Paprikás fokhagymás, kolbászos. Közönség, hagyd! Gyorsan mondd meg nekem, hogy milyen ízű van ez a csokoládé! Magyaros. Szerinted? Tejcsoki. Tej. Előbb mondtam, hogy ez nem tejcsukis lesz. Jó, szerinted? Epe. Na még egyszer megkérdezzük a biztonság kedvéért, hogy szerinted milyen ízű ez a csoki? Eper. Akkor kérek a csajoknak egy hatalmas nagy tapsolat, mert ez tényleg eper csokoládé! Gyorsan egyed a csokit, egyed, azt mondja, hogy így bevette az összeset a szájába, mindenki elméletileg. Itt elfogyott, nem itt még küzdünk darálóval, itt viszont már jó lesz. Úgy nézel ki, uram, mint egy hörcsög. Így. Szóval, egyétek. Az úriemberre kérek egy hatalmas nagy tapsolót, mert mindent el a szájába már. Kész? Nyisd ki a szádat. Arra. Üres, kérek egy hatalmas nagy tapsolót. Ki lesz a második? Ki a Gabika? Gabika? Azt mondja, 1, 2 és 3, nagyon ügyesek. Hát akkor mi jár nekik? A szájuk. 1, 2, 3. Hát ez olyan vérszegény volt, mintha nem kaptatok volna még cukorsokkot. Szóval 3, sikítva, üvöltve, toporzékolva. 2, 1 és... Ide. Gyere, és egy kis pumpálás, mindenki fel a kezét, és pumpál!